Az előadás megpróbálja összefoglalni azt a folyamatot, ami a kiegyezés utáni Magyarországon, az azt követő időszakot mindenki úgy ismeri, hogy ez a modern Magyarország megteremtésének időszaka. Az előadás során igyekszem bemutatni azt a folyamatot, ami ezt lehetővé tette. Részben szeretnénk megvizsgálni azt, hogy milyen tényezők indították útjára a modern magyar felnőtt nevelésnek a folyamatait, milyen intézmények jöttek létre, kik voltak azok az személyek, azok az alakok, akik megszemélyesítették ezt a folyamatot kezdeményezéseikkel, törekvéseikkel, melyek voltak azok a tényezők, amelyek ösztönözték ezt, és melyek voltak azok, amelyek gátolták, visszahúzták azt, hogy minél többen, minél hatékonyabban tudják a tudást felhasználni. Ezért is része az előadás címének az, hogy a tudás hatalom. A magyarországi oktatásnak nagyon sok periódusa volt, de hogy miért változott folyamatosan, és melyek voltak a befolyásoló tényezők, azt dr. Németh Balázs egyetemi docenstől tudhatják meg a Nyitott Egyetem előadásán. Tartsanak velünk!